Ülésezett a megyei közgyűlés. A megyei önkormányzat kilép a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéből, viszont tagja marad a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének. Híd két ország között. Ukrán nyelv és kultúra intézeti tanszéket alapítottak a Nyíregyházi Egyetemen. Csúcs technológiás adomány, az országban egyedülálló diagnosztikai készüléket kapott a Józsa András Oktatókórház. Ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A testület meghallgatta a katasztrófavédelem és a rendőrség beszámolóját. A képviselők arról is döntöttek, a megyei önkormányzat kilép a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéből, viszont tagja marad a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének. Kezdeményezik a megyei integrált területi program módosítását, erről is döntöttek a megyei közgyűlés keddi ülésén. Azért kezdeményeztük, mert van egy 272-es kormányrendeletünk, amely szabályozza ennek a kezdeményezésének az időpontját, és időpontban azért kezdeményeztük most, mert úgy vélelmezzük, hogy az elkövetkezendő időszakban lesznek olyan jellegű módosításokat, amelyeket majd meg kell tennünk, de a jogvesztő határidőt nem szedtük volna elmulasztani. Az ITP módosítását évente két alkalommal, április 30-áig és december 31-ig kezdeményezhetik. A módosító szándékot jelzik majd az irányító hatóság felé, hangzott el a közgyűlésen. A témát érintő napirendi pontnál több képviselő is felszólalt, Veres János sérelmezte, hogy a megyei fejlesztési elképzelésekkel ellentétesen szerinte sokszor igazságtalanul döntenek a megye vezetői a pályázatoknál. Olyan aránytalanságok jöttek létre, hogy egy 33 fős választókerületben ebben a megyében 29 település benyújtott pályázatai összességében több mint 70%-ban kerültek elfogadásra, a maradék 4 település benyújtott pályázatai pedig 10%-ban kerültek elfogadásra. Van olyan település, amelynek minden pályázatát támogatta ez a döntés, és van olyan település, amelynek egyetlen egy pályázatát sem támogatta ez a döntés. Azt gondolom, hogy rettenetes igazságtalanságok vannak ebben a döntésben, és teljesen nyilván, hogy nem szakmai oka van, hanem kifejezetten politikai oka van ennek az aránytalanságnak. Az ülésen Helmeci László azt mondta, a fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatosan mulasztottak a döntéshozók. Itt a közülés sajnos úgy döntött pályázatokról a kormánypárti többség, hogy a pályázatokat nem ismerhette meg, a szakmai véleményeket nem ismerte meg, kapott egy listát a minisztériumból, amit ilyen-olyan lobby érdekek alapján szétosztottak, meggyőződésem, hogy teljesen igazságtalanul, és ezt beszavazta a közülésnek a kormánypárti többsége. Holott maga a jogszabály azt mondja, hogy ha ezt a ránk oktrojált listát nem fogadjuk el, és azt mondjuk, hogy nem, akkor újra kellett volna tárgyalni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy felelősség és nagyon nagy mulasztást terheli a kormányvel, tehát magyarul mondom a fideszes frakciót. Még napirend előtti felszólalásában Adorján Béla is kitért a pályázati elbírálásokra. Mi makacsul ragaszkodunk ahhoz, hogy a települések fejlődése és fejlesztése nem politikai szempontok szerint és nem hátsó szándékok szerint kell, hogy elbírásra kerüljön, hanem tisztességes és normális szakmai pályázati elbírások kell, hogy folyjanak. Napirenden volt az önkormányzat érdekszövetségi tagságainak felülvizsgálata is. Az ülésen elhangzott, nem indokolt két közel hasonló céllal rendelkező érdekszövetségi tagsági viszony fenntartása, ezért a megyei önkormányzat kilép a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéből, azonban tagja marad a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének. Olyan fajta profiltisztítás zajlik az önkormányzati érdekképviseleteknél, amelyek azt a célt szolgálják, hogy egy konkrét üggyel foglalkozzon a megyei önkormányzat. A megyei önkormányzatok érdekszövetségében természetesen továbbra is benne maradunk. A Települési, mint a neve is mondja, a Települési Önkormányzatok Szövetségéből pedig kilépünk, hiszen a megyei önkormányzat területi önkormányzat, nem pedig Települési önkormányzat. A testület meghallgatta a megyei katasztrófavédelem és a rendőrség beszámolóját is, valamint döntött a megyei kitüntető díjak adományozásáról is.
Ukrán nyelv és kultúra intézeti tanszéket alapítottak a Nyíregyházi Egyetemen. A szlavisztika képzés Udvari István professzor vezetésével 1992-ben indult a megyeszékhelyen. Ez azonban 2013-ban befejeződött. A tanszék megalapításával egy tudományos híd jön létre a két ország között, véli Grezsa István kormánybiztos. Újra megalapították az Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszéket a Nyíregyházi Egyetemen. Szlavisztika képzés már korábban is volt az intézményben, 1992 és 2013 között. Az egyetem tervei szerint a sikeres akkreditáció után a szlavisztika alapszak ukrán szakirányjal 2018. szeptemberében el is indul majd. Bízunk benne, hogy itt az a néhány év szünet újabb várakozókat és jelentkezőket érlelt meg. Én nagyon remélem, hogy újra lesz olyan érdeklődés, mint a szak fénykorában, és ismételten egy népes csoportot, bár kis szak, és mindig ugye a létszám ennek függvényében a többi képzéshez képest ugye alacsonyabb, de itt nálunk a néhány fős, esetleg 10 fős szak, ez már jelentős csoportlétszámnak minősül. Nagyon bízunk benne, hogy ezt sikerül feltöltenünk. A tanszék újraalapítása abban is segít majd a tervek szerint, hogy az ukrán nyelv olyan létjogosultságot nyer majd Magyarországon, amilyen a magyar nyelvnek van Kárpátalján. A határ közelsége még vonzóbbá teheti a leendő hallgatók számára a képzést, akik a jövőben a kultúra átadásában is fontos szerepet játszhatnak. A vezetőség abban bízik, ezentúl több ukrán nemzetiségű hallgató tanul majd Nyíregyházán magyar nyelvet is. Mindenféleképpen fordítási részben gondolkodunk, mind történelmi munkákban, mind esetleg irodalmi fordítások születőben lesznek, és ezek kibővítik azt a hiányt, pótló kiadványok lesznek, amelyek mind az ukrán félnek is fontosak, meg a magyar félnek is. Nyíregyháza kulturális centrummá válik a tanszék indításával, valamint egy tudományos hidat képez a két ország között. A gazdasági kapcsolatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több helyen is fejlődtek az elmúlt években, de az oktatásnak is fontos szerepe van a két ország között. Természetesen nem csak Nyíregyházának, hanem Kisvárdát is említhetném, amely méretéhez képest szintén egy jóval nagyobb küldetést és feladatot vállal ebben a kérdésben, és a határmentiség egyúttal azt is jelenti, hogy a kulturális szövetet kell minél erősebbre szőni, a nyelvet kell tudni, ahogy Kárpátalján egyre többen tanulnak magyarul a nem magyar többség részéről, így itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is meg kell teremteni a lehetőséget a alapfokú oktatástól kezdve az egyetemi oktatásig az ukrán nyelv elsajátítására. Az intézmény A épületénél Udvari István professzor tiszteletére emléktáblát helyeztek el. Ő hozta létre az ukrán és ruszin tanszéket 1992-ben. Munkássága annyira sikeres volt, hogy nemzetközileg jegyzett kutatóhellyé vált. Az országban egyedülálló diagnosztikai készüléket kapott a Józsa András Oktató Kórház. A több mint 13 millió forintos speciális endoszkópos műszert a Bige Holding Kft. Adományozta az intézménynek. A készülék az EPE vezetékekben végzett speciális EPE úti endoszkópos vizsgálatokat teszi lehetővé. Évente mintegy 900 EPE úti vizsgálatot végeznek. Ez az eszköz azt az évi 15-20 nem rutin analízist biztosítja, amit eddig nem tudtak elvégezni. Ezt a csúcs technológiás diagnosztikai eszközt adományozta a Bige Holding Kft. A Józsa András Oktató Kórháznak. Az intézmény vezetősége a műszer használatát is bemutatta egy videón keresztül a sajtótájékoztatón. Az eszköz értéke 13,5 millió forint plusz áfa, amelyhez 4 darab kiegészítő készüléket vásárolt a kórház 1,3 millió forint plusz áfa értékben. Bige László kiemelte, nem a szakemberek jobbak külföldön, hanem a kórházak felszereltsége. Ezért is segíti a Kft. Különböző adományokkal évről évre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórházat. Az embereknek az egészségénél fontosabb dolog nincs, és ez az eszköz még hiányzott a Nyíregyházi Kórház palettájáról, eszközpalettájáról, tehát én így úgy gondolom, hogy sok emberen lehetett segíteni pont abból, ami a legfontosabb az egészségünk keresztül. Tehát mi ezt jó szívvel adtuk a kórháznak, és remélem, hogy az emberek pedig jó szívvel fogják fogadni, és meggyógyulnak.
Szegedi László főorvos a sajtótájékoztatón kiemelte, az új eszközt nem a rutin vizsgálatokra használják majd, hanem ahhoz az évi körülbelül 15-20 speciális esethez, amelyet eddig nem tudtak elvégezni. Az új műszerrel láthatóvá válik majd az EPEU-t, így diagnosztizálhatják majd, hogy gyulladás vagy daganat okozza a szükületeket. De a lézerkészülék alkalmas lesz az EPE kövek összetörésére is. A diagnosztikában ez egy nagy fejlődés jelent, ott, ahol a hagyományos endoszkópos vizsgálatokkal, EPE-úti intervencióban, EPE-úti diagnosztikában elakadunk, ott tudjuk ezt alkalmazni. Tehát azt fogják érezni, hogy nem kell más centrumba menjenek, nem kell esetleg külföldre menni, hanem itt is megkapják azt a diagnosztikai lehetőséget, amire szükségük van. A Józsa András Oktatókórházban évente körülbelül 8-900 EPE-úti endoszkópos vizsgálatot végeznek, ezzel az arányal pedig az első között van az ország többi intézményéhez képest. Ingyenes egészségügyi szűrőnapot szervez az első nyíregyházi Lions Club és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház április 28-án pénteken. Az idei már a 8. alkalom, amikor a nyíregyházi Kossuth téren többek között szemészeti vizsgálaton, vércukorszint és vérnyomásmérésen, valamint számítógépes talpvizsgálaton vehetnek részt az érdeklődők teljesen díjmentesen. Belus Tamás, az első nyíregyházi Lions Club elnöke a rendezvény sajtótájékoztatóján kiemelte, a helyi szövetség 17 éves fennállása során már közel 10 millió forint adománnyal támogatta a kórházat. Az intézmény szűrő buszt és szakembereket biztosít majd a pénteki egészségügyi napon. Ezzel előzhetjük meg azokat az anyagcsere zavarokat, amik ugye a populáció nagy részét érintik. Ha leülünk egy parkban és körbenézünk, hogy hány túlsúlyos gyermek van, és hány túlsúlyos felnőtt van, megdöbbentő az arány, tehát nagyon fontos, hogy ezt mindenki komolyan vegye, hogy mozgással egybekötve, étrendi odafigyeléssel, életmód tanácsadással segítsük azt, hogy ne kerüljenek olyan állapotba, amikor már visszafordíthatatlan elváltozások következnek be. A szabolcsi gyümölcsös kertek 50%-át tönkretette a tavaszi fagy. Hathatós és gyors segítségre várnak a gazdák, mondta el Legény Zsolt, az MSZP országgyűlési képviselője nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A szocialista politikus kiemelte, az elmúlt 3-4 évben sem a fagyot, sem a jégesőt nem úszták meg a megyei termelők, ezért, mint fogalmazott, tisztességes kártalanítás illeti meg őket. Elhangzott, az agrárkárenyhítési alaphoz fordulhatnak a gazdák támogatásért. Az agrárkárenyhítési alapban egyébként van forrás, tehát van lehetősége ezt fordulni, azonban objektív körülmények fogják ezt a dolgot gátolni, hiszen az elmúlt évek termés átlaga és árbevétel alapján lehetne a gazdáknak a kárenyhítési alaphoz fordulni, amely alapján ki lehet számolni, hogy őket mekkora kár érte. Azonban az elmúlt években is érte a fagykár a megyei gazdálkodókat, ezért tehát ez igen komoly problémát fog jelenteni, hogy hogyan oldjuk meg ezt a problémát. Mi azt javasoljuk, hogy egy törvénymódosítással ezt a problémát kezeljük úgy, hogy a gazdák valóban tudjanak fordulni a kárenyhítési alaphoz, és ténylegesen az elszenvedett kárukat meg tudják nekik téríteni. A korrupció ellen Nyíregyházán a Kossuth téren tartott sajtótájékoztatót a Jobbik. Az ellenzéki politikusok azt hangoztatták, hogy a kormánypárthoz közeli oligarchák folyamatosan gazdagodnak, még kevesebb pénz jut oktatásra, bérekre, nyugdíjra és egészségügyre, hangzott el. Lengyel Máté jobbikos politikus kiemelte, a párt egy törvénytervezetet nyújtott be a korrupció ellen Lex Ludas Matyi néven, amit a múlt héten leszavazott az országgyűlés. Ebben a kezdeményezésben többek között utaltunk arra, hogy a politikus bűnözők elszámoltatása során minden egyes politikus, aki bűncselekményt követel, dupla büntetési tételt kapjon, tehát kétszeres büntetést kapjon akkor, hogyha a hivatalával visszaélve valamiféle bűncselekmény elkövetésén érik tetten és számoltatják el. Emellett azt gondoljuk, hogy sajnos Magyarországon már szinte tragikomikus a vagyonosodási vizsgálatoknak az eredményei, úgyhogy a Jobbik Magyarországért mozgalom azt kezdeményezi, hogy minden politikus, minden országgyűlési képviselő és olyan magasabb állami vezetői tisztséget betöltő személy esetén a vagyonosodási vizsgálatoknak legyen konkrét értelme, tehát ezek a személyek vallják be a valódi vagyonukat.
Elvesztette pályaelőnyét az MTK Török Bálinttal szemben a Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosárlabda NB1B 5.-8. helyéért kiírt párharc első meccsén a Kék Cápák a Continental Arénában 67-61-es vereséget szenvedtek ellenfelüktől. A második mérkőzést május 16-án rendezik Török Bálinton. A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, de az első negyed végére felzárkóztak a Kék Cápák, így csak egy pont különbség volt a két csapat között. A második 10 percet 5 ponttal nyerte az MTK Török Bálint, amely a harmadik negyedben már 11 ponttal is vezetett. Innen kapaszkodott vissza 2 pontra a házigazda, de a Török Bálint a negyedik negyedben ismét ellépett ellenfelétől. A nyíregyháziak végig futottak az eredmény után, de fordítaniuk nem sikerült, így 6 ponttal győzött a vendégcsapat, a Blue Sharks pedig elvesztette pályaelőnyét a két nyert meccsig tartó párharcban. Gratulálok az MTK-nak, mert ők jobban akarták ezt a győzelmet, megérdemelték ezt a győzelmet. Sajnos úgy játszottunk, ahogy egész héten edzettünk. A fele csapat úgy gondolta, hogy már vége van a szezonnak, nem tudtuk őket feldobni, nem tudtuk őket motiválni, így játszottunk, tanulni kell a hibákból, el kell menni Pestre, és ott kell nyerni. A vendégek edzője, a korábban játékosként Nyíregyházán is szereplő Szarvas Gábor szerint is a motiváltabb csapat nyerte a mérkőzést. Úgy éreztem végig a mérkőzés folyamán, hogy mi jobban akarjuk ez az ötödik helyért való keresztjátékba való bejutást. Ugyanakkor rámentünk a Nyíregyházának a gyengéjére. Elemeztem az Osa elleni párharcokat, és azt vettem észre, hogy gyengébben dobnak kívülről, mint inkább, hogyha hagytuk volna Bús Ivának a 2-2 zicsereit, vagy a Gentnek a belső kosarait. Ezt egy zónával sikerült kiküszöbölnünk, külső dobásra kényszerítettük őket. Ez most szerencsére nem működött nekik. Lehet, hogy egy nézői szempontból egy gyengébb minőségű mérkőzés volt, de számomra edzői szempontból szakmailag kifogástalanul végezték el a srácok, amit szerettem volna. A hazaiak 15 pontig jutó játékosa, Cura Attila elmondta, hogy 3/4 előnyt adtak az ellenfélnek, így a hajrában már nem tudták utolérni a vendégeket. Az elején egyáltalán nem találtunk a gyűrűbe, támadásban nem találtuk magunkat, védekezésbe sem megbeszéltet nyújtottuk sajnos. A negyedik negyedbe akartunk kaparni, ott változtunk, de ez kevés volt, utána már csak futottunk az eredmény után. A két nyert meccsig tartó párharc második mérkőzését május 16-án rendezik Török Bálinton, a harmadik meccs pedig, amennyiben szükség lesz rá, egy héttel később lesz Nyíregyházán. Hivatalosan is bemutatták a sajtó képviselőinek Dajka Lászlót, a Nyíregyháza Spartacus új vezetőedzőjét. A szakember az elmúlt csütörtökön vette át a csapatot, amely vasárnap 1-0-ra győzött Soroksáron. Dajka László a bajnokság végéig irányítja a Sparit. Rendhagyó módon már egy győztes meccsel a háta mögött mutatta be új vezetőedzőjét a Nyíregyháza Spartacus. Dajka László Weber Györgytől vette át az elmúlt csütörtökön a csapat irányítását. Mint a klub sportigazgatója Szűcs Mihály elmondta, több tényező is az új tréner mellett szólt akkor, amikor a bajnokság végéig szakembert kerestek a kispadra. Nagyon fontos tényező volt az is, hogy szapolcsi kötődésű a Laci. Számomra nagyon szimpatikus volt az, hogy nem a kifogásokat kereste, hanem gyakorlatilag a feladat megoldására koncentrált, és a közis mindenki által köztudott nehéz sorsolásunk sem rettentette meg ettől a feladat elvállalásától. Én azt gondolom, hogy ismerve a Laci eddigi munkásságát, pedagógiai érzékét, én szerintem remélhetőleg jó döntést hoztunk. Dajka László bemutatkozása jól sikerült, a Spari vasárnap 1-0-ra győzött a Soroksár otthonában. Ez a két nap pedagógiával és pszichológiával telt el, beszélgetni játékosokkal külön, tehát egyénileg a csapattal, és ez mellett próbálni két nap alatt egy olyan dolgot begyakorolni, amit esetleg képesek megvalósítani, amihez különben hetek kellenek. És azt kell, hogy mondjam, hogy hál' Istennek nem úgy, ahogy én elképzelném természetesen a későbbiekben, de sok mindent visszakaptam a csapattól, és a szervezettségünknek és az egységünknek köszönhetjük a 3 pontot. A Nyíregyháza Spartacus jelenleg 39 ponttal a 13. helyen áll az NB2 tabelláján. A Spari a 32. fordulóban a Szolnokot fogadja. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés. A testület meghallgatta a katasztrófavédelem és a rendőrség beszámolóját. A képviselők arról is döntöttek, a megyei önkormányzat kilép a települési önkormányzatok országos szövetségéből, viszont tagja marad a megyei önkormányzatok országos szövetségének.
Ukrán nyelv és kultúra intézeti tanszéket alapítottak a Nyíregyházi Egyetemen. A szlavisztika képzés Udvari István professzor vezetésével 1992-ben indult a megyeszékhelyen. Ez azonban 2013-ban befejeződött. A tanszék megalapításával egy tudományos híd jön létre a két ország között, véli Grezsa István kormánybiztos. Az országban egyedülálló diagnosztikai készüléket kapott a Józsa András Oktatókórház. A több mint 13 millió forintos speciális endoszkópos műszert a Bige Holding Kft. Adományozta az intézménynek. A készülék az EPE vezetékekben végzett speciális EPE úti endoszkópos vizsgálatokat teszi lehetővé. Évente mintegy 900 EPE úti vizsgálatot végeznek. Ez az eszköz azt az évi 15-20 nem rutin analízist biztosítja, amit eddig nem tudtak elvégezni. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 25-én, kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap a maihoz hasonló többnyire napos, de szeles, enyhe időre van kilátás. Erőteljes, délies áramlással továbbra is meleg, száraz levegő érkezik fölénk. Az éjjeli órákban változóan felhős idő várható, este még előfordulhat egy-egy zápor, a déli éjszaka is többfelé élénk marad. Reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős napos idő várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. A déli szél élénk, időnként erős lesz. Délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet. Erős melegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön hazánkat egy hullámzó hideg front ér el, ami csak lassan vonul át felettünk, ezért csütörtökön és pénteken többnyire felhős, esős, szeles időben lesz részünk. A hőmérséklet még nem esik vissza számottevően, bár az eső miatt néhány fokkal hűvösebb lesz. A hétvégén a front mögött már szárazabb, hideg levegő lesz felettünk, ezért több órás napsütésre számíthatunk, és a szombati átmeneti hűvös idő után ismét emelkedik a nappali felmelegedés mértéke. Szent Márk napja, a kukorica vetés és a búza szentelés napja. Ha ezen a napon pacsirta, fűri vagy béka szól a búzából, az jó termést ígér. Ha ezen a napon énekel a fülemüle, jó tavaszt hirdet. Ha hallgat, változó lesz a tavasz.